Reformáció 500. évfordulójának alkalmából a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány második kiállítására vagyunk most Győrben, a Rómer Kulis Művészeti és Történeti Múzeumban. Ég és Föld, Borsos Miklós és a Biblia címmel láthatunk itt egy tárlatot, ahol Borsos Miklós bibliai témájú alkotásaiból állítottunk össze egy válogatást gyakorlatilag, és ezt próbáltuk meg fölfűzni egy sajátos gondolatkörre, illetve hát adta magát, hogy Borsos Miklós saját bibliája, sajátos értelmezése, személyes élményei a témával kapcsolatban. Négy termen keresztül vonul a kiállítás, a teremtés, a hittétel, illetve nagy döntések, próbatételek, egy passió történet, tehát ténylegesen egy kis személyes átélés gondolatkörei azok, amik ezen a négy teremben megjelennek. Győrben a minden felekezet szerencsére az ügymögé állt, és segben segítségünkre volt, ezért reméljük, hogy nagyon sokan el fognak látogatni a kiállításra, és tovább viszi majd a Reformáció 500-nak ezt a kiállítás sorozatát a következő állomásra is, ami majd Budapesten lesz októberben.